A palacsintás király és egész udvartartása megérkezik április 14-én Pákozdra, hogy mókát és kacagást varázsoljon az általános iskolába, finomságokkal kápráztassa és főleg kóstoltassa meg a család apraját, nagyját, mindez pedig a jótékonysággal fűszerezze meg, hiszen a rendezvény egy nemes célt szolgál, hogy segíthessenek egy 11 éves kislánynak, Papp Petrának. Nagyon sokáig nem tudott járni, nem tudott egy ceruzát megfogni. A szteroidok hatására már elindult nála a csontritkulás, volt már gerinc összeroppanása is, alacsony növés, ugye nem a korához képest nagyon picike. Bedagadnak az ízületei, és olyankor nehezebben tud mozogni. Petra gyógyulását sokan segítik, így például Szűcs Károly is. Cégem gyerekszórakoztató programokkal foglalkozik, és egy fakosaras körhintával fogunk kitelepülni, illetve egy kerékpáros triásót fogunk adni a nézőknek. A program ötletgazdája a település egyik lakója, Szabó Józsefné. Ingyenes a részvétel, a támogatás mégiscsak a Papp Petra nevű kislánynak megy, az ő életének a megkönnyítésére, és főleg a családnak a könnyítésére, hiszen nem kell mondani, hogy a mai világban egészséges, de egy beteg gyereket még nehezebb nevelni. Április 14-én 14 órától egészen 18 óráig színes programokkal várják a családokat. A helyszínen az Aranykész szakközépiskola diákjai hajvágással, frizurakészítéssel kedveskednek a látogatóknak. A belépés ingyenes, felajánlásukkal Papp Petra gyógyulását segítik.